Sziasztok, itt Belkovics Vilmos, ebben a videóban a Yuchin Huanglong Colorful 7x7x7-es kockáját fogom bemutatni. A ránézésre megállapíthatjuk azt, hogy az eltérések a sima Yuchin Huanglonggal elég szembetűnőek, ugyanis itt a piros helyett rózsaszínt használta. A kék színekben is volt eltérés, mert itt sötétkékes árnyalat volt a sima Yuchin Huanglongnál, ennél pedig ilyen világos kékes árnyalatot használta, nem tudom, hogy ezt miért csinálják így, de tetszenek egyébként a színei, elég tetszetősek, úgyhogy így a kockára ránézésre elég szép kockának mondható. Ehhez kaptam egyébként tartalék sapkákat, aminek nagyon örülök, mert az anyagában színes kockáimról, ha lepasztan egy sapka, akkor abban a tudatban élek mindig, hogy azt már nem tudok arra visszatenni egy ugyanolyan sapkát, ha csak nem valahonnan beszerzek egy ugyanolyan, és akkor sajnos úgy kell használnom. Itt viszont van mivel pótolni, úgyhogy ez elég nagy szerencse. Nézzük akkor a kockának a forgásait. Azt tudom erre mondani, hogy meglepően jól forog a kocka. Egy Shang Tsung Minivel összehasonlítva a forgása, hát azért elég nagy eltérés van. Ott egy kicsit akadozik, itt viszont nem akadozik, teljesen simán forog, és ráadásul gyorsan forgatható. Itt nem kell attól félni, hogy beakad. Egyébként nekem még nem fordult elő ezen a kockán, hogy beakadt volna. De az is elég gyorsan kijavítható. Itt sokkal gyorsabban lehet forgatni. Ma kaptam meg egyébként ezt a kockát, és hogy félreértés ne essék, nem azt mondom, hogy amikor a dobozból kivettem, akkor nem rosszul forgott, vagy nem forgott olyan jól, akkor is nagyon jól forgott, de én azt vettem észre, hogy most még jobban forog a kocka, tehát azóta is javult egy kicsit a forgása. És hogy ne húzzam olyan sokáig az időt, ennyit akartam elmondani a kockáról. Tudom ajánlani mindenkinek, mert nagyon jó játék, jól forog, minden jó rajta, az ilyen nagyon profi kockások, már egyébként ilyen nagy kockáknál, ugye az 5x5-től kezdve a 7x7-esig mind anyagában színeset használnak, tehát ezért az anyagában színes változatát tudom ajánlani, ennyit akartam róla elmondani, jó kockázást kívánok mindenkinek!